Mi vagyunk a Grund, ez volt a mottója idén a 28. Festum Varadinum rendezvénysorozatnak. A program Szent László király tiszteletére rendezett zarándoklattal, néptánc előadással és a Mária Evangélium a rockopera bemutatójával ért véget Nagyváradon. Több ezer zarándok érkezett Nagyváradra a Szent László király tiszteletére rendezett egyházmegyei zarándoknapra, a Festum Varadinum utolsó napján. Udvardi György, pécsi megyés püspök, a Nagyváradot alapító lovak király erényeit emelte ki, az egyház szervezés vagy a törvényhozás szintjén. Az egység óriási ajándék, benne kifejezi az együvé tartozásunkat, az együttérzésünket, szolidaritásunkat, a közös jövőnket, de kifejezi azt is, hogy ez az egység, ez általunk valósul meg. Az én áldozatom által, az én helytállásom, az én mindennapi döntésem által, és nagyon nagy szükség van arra, hogy ezt az egységet megtapasztaljuk. Az egység és összefogás révén valósult meg a két hétig tartó rendezvénysorozat, mely a Mária Evangéliuma című rockoperával zárult. Valóban meg tudtuk magunkat mutatni, és valóban látszott, hogy mi vagyunk a Grund. Ez a város, ez belőlünk építkezett több száz éven keresztül, és megmutattuk azt, hogy belőlünk nagyon komolyan tud táplálkozni a mában is, és jövője is van ennek a közösségnek. A Festum Varadinum Erdély és Párcium legrégebbi kulturális rendezvénye, melyet 1992-ben Szent László király tiszteletére alapítottak. Az ünnepség sorozaton 150 rendezvényre került sor, felvonultatva Nagyvárad egyházi, kulturális és civil értékeit.